Az embereket csak ideig, óráig lehet hallgatásra kényszeríteni. Coffee Kingle úr végignézett az urakon és a hölgyeken. Civilizált Európában élünk, a 20. században. Hát, a felesége sem szeret bennünket, és lehet, hogy az unoka öccsüket, Jant is megfertőzte ez a légkör. Ő nagyon jóra való fiú, szereti a zenét. A gazdasszonyuk Aneska öreg jótétlélek, nem zsidó, de nyilván ő is meg van fertőzve. Karácsonykor lejött hozzánk megölni a pontyokat, mert én, Kofre Kingle úr beletörölte kezét a szalvétába, mert én ezt nem tudnám megtenni. És Willy bólintott, odahívatta az asztalhoz a szánt segédjét, vagy kiét, hozatott még bort, konyakot barátjának, Kofre Kingle úrnak fekete kávét, homárt, mandulát, és meghívott az asztalhoz még egy szépséget. Ha már a zsidóknál tartunk, mondta Willy Reintke, és Ernára meg az asztalnál ülő többi hölgyre és úrra pillantott, magad is láthatod, miért nem szereti őket a vezér. Azért nem szereti őket, mert semmit sem értenek meg, mert ellenségeink és másokban is gyűlöletet keltenek velünk szemben. Magad mondod, a gazdasszonyuk Anyeska nem zsidó, de ő is meg van fertőzve. Megfertőzve! Igen, ez a helyes kifejezés már hogy ne lenne, amikor évek óta közös háztartásban él velük. A zsidóság egy szerencsétlen, eltévejedett nép, amelyik a jövőben se fog bennünket megérteni. Ne hidd, hogy át lehet nevelni őket. Ne hidd, hogy rá lehet beszélni, meg lehet győzni őket. Nem rendelkeznek ehhez a kellő agytekervényekkel. Willy a homlokára mutatott. Akkori érelmeszesedésben szenvednek. Ez pedig öröklődik. Amikor márciusban koldusnak öltözve ott ólálkodtál a zsidó városháza előtt, akkor is mérföldekkel fölöttük álltál. És amikor letetted a koldus maszkot, megint Karl Kopfkingl voltál, a germán, az árja, a tiszta germán vér, holott amikor ők levetik felső ruhájukat, akkor is ugyanazok a szerencsétlen nyomorult zsidók maradnak. Úgy van ez, mint a zenével, ahogy mondani szoktad. Vannak emberek, akik szegényen halnak meg, mert sohasem ismerték meg Liszt vagy Schubert szépségét. Ezek a szerencsétlenek pedig meghalnak anélkül, hogy megismerték volna a nagy német birodalom erejét és szépségét. A múltban eleget szenvedtek, üldözték őket. Azt hiszed csak úgy, minden ok nélkül? Hallottál valaha a pestisről? Mosolyodott el Willy, és ivott a konyakból. A középkor ostoráról, amelytől százezrek haltak meg. Mi okozta a pestist? Tudod-e? Mosolygott Willy, és Kofre Kingle úr végnézett a jelenlevőkön, és tekintete eléggé bizonytalanul, eléggé határozatlanul Ernán pihent meg. Nos, megmondom, szólt Willy. A mérgezett kutak. A zsidók megmérgezték a kutakat, hogy kiírtsák a keresztényeket. Nem tudtad? De minket nem érdekel a múlt vagy a származás. Willy legyintett és nevetett. Ami volt, az már elmúlt. Azt állítod, mindannyian ugyanabból a porból lettünk, és ugyanazzá a porrá leszünk. És hogy az emberi hangok között nincs különbség, már pedig ebben a kérdésben te szakértő vagy. És igazgatónak kellene lenned, hiszen az életed értelme nem lehet az, hogy örökké koporsókat irányíts a hamvasztók felé, és a hőmérsékletet mérd. Minket tehát nem érdekel a származás, hanem az eredmény. És az eredmények azt bizonyítják, hogy a zsidók a vezér ellenségei, a mi ellenségeink,
a nagy német birodalom ellenségei. Útjában állnak a boldogságunknak. Veszélyeztetik a vezér európai rendjét, mindannyiunk küldetését, kiválasztottságát, a tiedet is. Egyes egyeteik csak látszólag jók, például a te Strauss urad vagy Rubinstein urad. Mindig azt mondtad róluk, hogy jóra való rendes emberek, de ma már magad is látod, hogy nem így van, és hogy csalatkoztál bennük. Még Bettelheim doktorban is, akit mindig annyira dicsértél. Ma már tudod, hogy ő is uszító, hogy megfertőzte az unoka öccsét is, ami nem érdekes, mert az ő ivadéka, de megfertőzte a házvezetőnőjét is, aki nem zsidó. Spártában, hölgyeim és uraim, mondta Vili a jelenlevők felé fordulva, megölték a csenevész gyerekeket. Némely mimóza lelkű ember ezt esetleg kegyetlenségnek tartotta, pedig végeredményben óriási jótétemény volt, elsősorban a gyerekek szempontjából, hiszen az életben csak szenvedés várt volna rájuk. De ez a szokás az egész nemzet egységét, egészségét szolgálta, mert elősegítette Spárta fellendülését, és lám, milyen sokra vitte Spárta a történelemben. Büntettet követnénk el a nemzet és az emberiség ellen, fordult barátjához, Kopfrkingl úrhoz, ha nem igyekeznénk megszabadulni a nem kívánatos elemektől. Felelősek vagyunk a német nemzet és az egész emberiség boldogságáért, a közjóért. Minden részlet csak merő dekoráció vagy kiegészítő kellék, semmi több. Vili elhallgatott, mintha valami mélyértelmű államférfői beszédet mondott volna. Az asztalnál ülő tisztek és funkcionáriusok mosolyogtak, Kopfrkingl úrra néztek, mintha az, amit az imént Vili mondott, az ő szájából hangzott volna el, és Kopfrkingl úr kávéját kortyolgatta, és figyelmesen nézte őket. De nem csak őket, hanem Ernát is, meg a szőke szépségeket, azt az újat, aki néhány perccel ezelőtt érkezett, olyan szép volt, mint egy angyal, mint egy kiváló színésznő. Kopfrkingl úr körülnézett egy kicsit a teremben is, szemét végigjártatta a tükrökön, képeken, Vili pedig így beszélt. Az emberiség javát csak is az erő szolgálhatja. Persze én a tiszta, egészséges, romlatlan emberiségre gondolok. Így áll, tolta barátja elé a poharat, és amikor az nemet intett, mosolyogva kiürítette a magáét, és így folytatta. A gyengék semmire se viszik. Mutasd meg, hogy van benned erő, és a többi magától jön. A zsidókkal való érintkezés összeférhetetlen a német becsülettel. Itt intett kezével a terem belseje felé a tükrökre és festményekre, csak tiszta, 100%-os emberek vannak. A németség hordozói, akik arra hivatottak, hogy az új rend érdekében áldozatot hozzanak. Nincsenek itt se csehek, se más szlávok. Ide hallgass, Karl! Vili hirtelen lehalkította hangját, és a többiekre nézett. A te Mariét, a te Lakmét, anyja, édes kocsonyásan készítette a halat. Idegen módra, ahogy mondtad. Tudod, miféle mód az? Zsidó mód. És amikor Kopfrkingl úr kicsit meglepődött, Vili kijelentett, hiszen a te Lakmét anyja zsidó volt. Karl Kopfrkingl megdermett. Lakmé, folytatta Vili, és ivott a pohárból. A te fekete hajú Lakmét, akin mindenki észreveszi, hogy zsidó, azt mondta, amikor egyszer a német véredre emlékeztettem, hogy ti csak csehül beszéltek. A te fekete hajú Lakmét mindig nagy zavarban volt, és feszélyezve érezte magát, valahányszor nálatok jártam, és emlékeztettelek német voltodra. A te Lakmét mindig azt állította, hogy a név nem számít. Persze, hiszen az anyját lánykorában Sternovának hívták. A te Lakmét el akarta dugni előled a lapomat,
amelyen a boxmeccsre hívtalak benneteket, elrejtette a kredencben a tányérok mögé. Persze, meg akarta akadályozni, hogy Millivel lássátok a vezér kedvenc sportját. Csöppet sem lelkesedett, amikor ez év februárjában beléptél az SDP-be, pedig már legfőbb ideje volt, hiszen márciusban már bevonult a vezér. Arról, hogy ti mindig csehül beszéltetek, nem te tehetsz, hanem ő, mert zsidó. Az, hogy nem érezted magadban a német vért, szintén nem a te hibád, hanem az övé, elfojtotta benned a németséget, mert zsidó. Hogy mit mondott, amikor márciusban koldusnak öltözve elmentél a Majslova utcába, azt nem tudom. És hogy mit mondott akkor, amikor fölvettek az NSDAP-be, azt nem is akarom tudni. Inkább az érdekelne, hogy mit mond majd, ha a gyerekeket német iskolába küldöd. De egy dolgot már ma is tisztállátok, azt, hogy milyen káros hatással van Millire. Az a fiú teljesen elpuhult, csak nem elnőjesedett, hát nem látod? Ilyen alattomban dolgoznak. Gyerekkorától kezdve métejezik az embert. Nagyon érdekel, mit mondana, ha belőled... Engedd meg, Willy Reintke hirtelen felállt, és felálltak a többiek is. Engedd meg, hogy bemutassalak. Herr Kopfkingl, köszönjük eddigi szolgálatait, mondta a magasrangú jövevény keményen. Önnek tapasztalatai vannak, becsülettel felhasználhatná őket. Mint fajtiszta németnek nem lehet közömbös az ön számára. Tudja, mi az az Anforderung an die Reinheit des Blutes? Attól tartok, hogy nem tölthetné be azt a magas tisztséget, amit önre akarunk bízni, hogy nem teljesíthetné megtisztelő küldetését, amelyet vállal, hogy önből, ha a tulajdon családjában voltak éppen mióta nős Herr Kopfkingl, mosolygott a magasrangú úr, és mindannyiuknak intett, hogy leülhetnek, s maga is leült. És Kopfkingl úr, 19 éve vagyunk házasok, felelte Kopfkingl úr. Az állatkertben ismerkedtünk meg a leopárd előtt, a ragadozók pavilonjában. Abban a pavilonban egy kígyó ketrec is van, folytatta. Mindig eléggé furcsálottam, hogy egy kígyót is tettek oda, mind a mai napig ott is van, alig, hanem csak aféle dekoráció, illusztráció, merő kellék. Herr Kopfkingl, bólintott a magasrangú úr, a közönség és küldetésünk érdekében áldozatokat kell hoznunk. Jövő héten beszélni akarok a prágai Sicherheitsdienst főnökével és a birodalmi protektor úr titkárával, Börmannal. De előre félek, mit mond majd nekem. Valóban félek, hogy így nem töltheti be azt a magas tisztséget, így nem. És a magasrangú úr rámosolygott Ernára és a szép szőkékre, arra is, aki olyan volt, mint egy angyal és mint egy kiváló színésznő, és Kopfkingl úr is rámosolygott Ernára meg a szép szőkékre, és az, aki olyan volt, mint egy angyal és mint egy kiváló színésznő, hirtelen Kopfkingl úr vállára támaszkodott, és aztán Kopfkingl úr azt mondta, hiszen elválhatok tőle, uraim. Amikor fölemelkedtek foteljeikből, Willy és Erna megállt Kopfkingl úrral egy mesztelen nőt ábrázoló gyönyörű festmény előtt, amely a konyakkal és borral megrakott bárpulttal szemben a terem ellenkező végén függött, és Willy, akinek a szolga átadta zsinóros, letűrt karimájú zöld kalapját, megszólalt. Igen, ez lenne a legokosabb. Elválni. Hiszen újból megnősülhetsz, még egyszer, igaz? Mondta, és Ernára nézett, aki bólintott. De Lakménak elsősorban azt kellene megértenie, hogy nem érdemel meg téged. Hogy ez a házasság összeegyeztethetetlen a becsületeddel.
a nemzeti szocialista ember becsületével. Emlékszel, amikor egyszer az a ti Bettelheim doktorotok mondta, és a mesztelen nőt ábrázoló képre nézett, az egészsége felül érdeklődött. Magad mesélted nekem, most már persze bizonyára megérted. Ez fajtalanság, Karl. És zsinóros letűrt kalimájú zöld kalapjára pillantott. Fajtalanság az egész. Semmi más. Gyengék és alsóbbrendűek, Karl. Aztán hozzátette még, sok szenvedés vár rá, Karl. Kofrakingle úr csak reggel felé tért haza a kaszinóból. Mindnyájan aludtak már. Az ebédlőben az ajtó fölött még ott lógott a nicaraguai elnök, az ablaknál pedig fekete zsinóron a táblázott a legmagasztosabb menetrend és a nászmenetet ábrázoló kép a felébredt és lábához dörkölődző macskát elkergette, majd egy ideig elnézte a családi fényképet a kis szekrény fölött, aztán kiemelte a könyvszekrényből a Tibetről szóló könyvet, leült az állólámpa alá, és olvasni kezdett. Hamarosan lelecsukódott a szeme, és úgy tetszett neki, mintha a könyvből, amely az ölébe csúszott, valaki kilépne, belső látomás gondolta, és lefeküdt aludni. 12. fejezet. Itt vagyunk, mondta a Kofrakingle úr a terebélyes zöld fák alatt hangtalanul belélegezve a levegőt, mintha titokban ki akarná tisztítani a tüdejét. Itt vagyunk. Aztán végig simította a haját, amelyet meglengetett az enyhe szellő és a magasba mutatott. Így szólt. Micsoda magasság! Ha felérünk, 60 méterrel közelebb leszünk az éghez. Tehát ez semmiség, mosolygott Lakmére, akin sötét ruha volt fehér csipke gallérral. Zinára, aki születésnapi fekete selyem ruháját viselte, és a svájci sapkás Millire, aki jégrudat nyalt. Ez semmiség. Nagy dolgok mennek végbe, és nekünk meg kell értenünk őket. Ha nem rendeznek sétarepüléseket, ha nem láthatjuk Prágát repülőgépről, akkor legalább fölmegyünk oda, és megnézzük a várost 60 méter magasból. Jobb 60 méterről látni, mint sehonnan, mondta, és gondolatban hozzátette, mint sehonnan, vagy mint a föld alól, vagy még nagyobb mélységből. Azután intette a fejével, és felszólította drágáit, hogy lépjenek be. Bementek a kerek előcsarnokba, amelynek mennyezetét sok vaspillér tartotta. Kellemes hűvösség fogadta őket, elhaladtak két vaskorlát között, és már ott is álltak a falba épített pénztárnál. Az ablakocska mögött egy üres sörös korsó állt. Mellette egy idősebb, szemüveges asszony, aki fanyar mosollyal árulta a belépő jegyeket. Kofrakingle úr megvette a jegyeket, és drágáival együtt a felvonó felé tartott. Liften megyünk föl? Kérdezte Milli bizonytalanul, és lenyelte az utolsó falatot a jégrútból. Kofrakingle úr bólintott. Liften megyünk föl, felelte, csak nem félsz, hiszen az semmi. Aztán megint Millire nézett, és megjegyezte. Madame Tussauds sátra előtt is féltél, meg akkor is, amikor Willivel boxmeccsen voltunk, de aztán meggyőződhettél róla, hogy semmiség az egész. Miért félnél? A lift lejött, kinyílt, kilépett belőle egy idősebb kövérkés ember, fehér kemény gallérban és piros csokornyakkendővel elvette Kofrakingle úrtól a jegyeket, és Kofrakingle úr a drágáival együtt beszállt. A liftben egy kis szék volt, és a falon tükör lógott.
Szép ez, mosolygott Kofrukinglu úr, amikor emelkedni kezdtek. Szép kis kalitka. Ha rácsok is lennének rajta, mosolygott Laknér, aki valahogy csüggetten állt mellette, akkor már csak a leopárd hiányozna. A lift megállt. Az idősebb kövérkés ember a fehér kemény gallérban és piros csokornyakkendővel kinyitotta az ajtót, és Kofrukinglu úr a drágáival együtt kilépett egy körfolyosóra, amelynek fehér és színes ablakai nyitva voltak, úgyhogy enyhe szellő járt át a folyosót. Most, mosolygott Kofrukinglu úr, áldott városunk legmagasabb pontján vagyunk. Egy-két perc múlva olyan érzésünk lesz, mintha egy magas hegyen állnánk, és onnan figyelnénk az alattunk elterülő világot. Mili és Zina az ablakhoz futott, oda, ahonnan a belvárosra nyílt kilátás, a Moldva egy szakaszára, az óvárosra, a Nemzeti Színházra, Vinohradira. Kofrukinglu úr Laknéval mögéjük állt baloldalt a körfolyosó északi részén, ahonnan a Málasztránára, a Várra, a Szent Vitus dómra és Dejvicsére lehetett látni. Egy szép fiatal, rózsás arcú lány állt fekete ruhában, és mellette valami fiatal ember. A körfolyosó kanyarulatán túl, a szemközti nyugati oldalon, ahová nem lehetett odalátni, mert a lift akna a folyosó közepén helyezkedett el, kisebb embercsoport gyűlt össze. Suttogás, folytott hangú beszélgetés hallatszott onnan. Hát ez, Prága, mondta Kofrukinglu úr, elfordítva tekintetét a fiatal, rózsás arcú, fekete ruhás lányról, aki tőle balra állt. Úgy fekszik alattunk, mintha a tenyerünkön tartanánk. Mintha egy magas hegyen állnánk, és onnan figyelnénk az alattunk elterülő világot. Ott van a Moldva, a Károly híd, a Nemzeti Színház, mondta. Az a két torony ott, az a Tin templom, a zömökebb torony, amelyik közelebb van hozzánk, az óvárosi városháza, mögötte pedig ez a csonka tetejű, a Lőport torony. Amott az a Nemzeti Múzeum, és mögötte az a nagy modern fehér épület, Vinohradin, az úr legszentebb szívének temploma. Mili, fordult Milihez, nézd csak meg ezt az üveget, és ujjával a füstsárga üvegből készült ablaktáblára mutatott, és amikor Mili odanézett, így folytatta. Ennek az üvegnek a színe hasonlít a mi hamvasztóink kisablakainak színére. És azok a világ legszentebb ablakai, mert be lehet nézni rajtuk egyenesen az Úristen konyhájába, abban a pillanatban, amikor a lélek elválik a testtől, és fölrepül az éterbe. Lássuk csak, milyen ezen az üvegen keresztül a mi Prágánk. Hajolt Kofrukinglu úr az ablaktáblához, és lenézett rajta, majd ismét fölemelte a fejet, és azt mondta, valóban a mi Prágánk gyönyörű. Néhány lépést tett balra, észak felé, oda, ahonnan a Málasztránára, a Várra, a Szent Vitus dómra és Dejvicsére nyílt kilátás. A fiatal, rózsás arcú, fekete ruhás lány és a fiatalember, akik az imént még ott álltak, szintén előre ment nyugat felé, ahonnan a stadionra és Kosizsizsére lehetett látni. A kis ember csoport a körfolyosó kanyarulatán túl, a szemközti oldalon, ahová nem lehetett odalátni, nyilván szintén előre ment egy pár lépéssel, mert most sem volt látható senki, mint hogy Kofrukinglék ismét a körfolyosó ellenkező oldalán voltak a kanyarulaton túl, de ezúttal a déli oldalon. Ismét csak suttogás és folytott hangú beszélgetés hallatszott abból az irányból.
Látjátok, ott a Hradzsin a Szent Vitus dómmal, mutatott ki Kofrukinglu úr a sarkig nyitott ablaktáblán, a cseh királyok és elnökök vára. Nézd meg ezen az üvegen keresztül, mondta Millinek, a füstsárga üvegre mutatva, és amikor Milli keresztül nézett az üvegen, hozzátette, és az a világos, széles, oszlopos épület balra, amelyik előtt annyi autó áll, a Csernyin palota, a volt külügyminisztérium. Most a birodalmi védnök Freiherr von Neirath úr székháza. Látod, drága, a palota tetején, mosolygott Kofrukinglu úr lakmér, aki valahogy csüggetten állt mellette, látod, drága, a palota tetején a birodalmi zászlót, a mi birodalmi zászlónkat, mosolygott lakméra, és Millihez fordulva azt mondta, nézd meg az üvegen keresztül. Ott vannak az Alpok, hangzott most a kanyarulaton túl, szemközti oldalról egy folytott hang. Ott van Salzburg. Ne beszélj bolondokat, kérlek, felelt egy dühös férfi. Miféle Alpok, miféle Salzburg? Nem az Alpokat látod, hanem egy sziklát Podoliban. És amit Salzburgnak nézel, az Brányik. Nem moziban vagy, hanem kilátó toronyban. Kofrukinglu úr kidugta kezét az ablaknyíláson, kicsit meglóbálta, és azt mondta, odakint kellemes lanyha szellő leng. Azután tekintete megpihent a Szent Vitus dóm tornyán. Ott van a Ríp, kérdezte Milli, és Kofrukinglu úr bólintott. Igen, Ríp, bólintott újból. A Ríp, ahol a cseh monda szerint cseh ősatya megtelepedett. De ez csak monda, mosolygott és visszahúzta kezét az ablaknyílásból. Mítosz, képzelgés, olyas valami, mint március 6-a, Mózes ősatya születésének és halálának napja, mosolygott lakméra, és röpke pillantást vetett felesége fekete hajára. Ríp mögött a távolban az óriás hegység látszik, mondta, és azon túl van a birodalom. Aztán megint néhány lépést tettek balra, nyugat felé, oda, ahonnan a kilátás a stadionra, és Kosizsérér nyílik. A fiatal, rózsás arcú, fekete ruhás lány és a fiatalember szintén előre ment dél felé, onnan Smíhovot, Brányikot, Podolit lehetett látni. A kis embercsoport a kanyarulaton túl a körfolyosó szemközti oldalán nyilván szintén pár lépést tett előre, mert megint a kanyarulaton túl az ellenkező oldalon volt. Ott van a Masaryk stadion, mutatta Kofrukinglu úr. Most elhagyatott és üres, mint az én halál templomom udvara kora reggel, mielőtt megkezdődik a munka. Tavaly pezsgett benne az élet. Országos szokol torna verseny volt. Vajon mikor lesz a következő? Mosolygott Kofrukinglu úr. Tudom, a stadion se hívják már Masaryk stadionnak. Megváltoztatták a nevét. Nincs mit tenni, mosolygott, vannak nevek, amelyek nem állnak helyt minden időben. Még ha a név nem is számít, ahogy te mondod, mosolygott lakméra. Lehet, hogy a stadiont ma Baldur von Schirach stadionnak hívják. Ejha, kapta fel Kofrukinglu úr a fejét, mert az volt az érzése, hogy az ablaknyíláson át valami távoli zenét hall. Aztán Strahov felé mutatott, ahol az egyik utcán a házak és a park között minden fekete volt, és ez a feketeség, mint egy kígyó, lassan, lassacskán kúszott előre. Temetés, állapította meg Kofrukinglu úr, és kezét kidugta az ablaknyíláson. Temetési menet, látjátok? Isteniek! Látod, felhőn túli, fordult lakméhoz. Nézd le jobban, látod? A Malvazinkira viszik a halott nőt, van ott egy temető. Szegényke a földbe kerül. Nem tudtam, mondta Zina, hogy a zenét ilyen messziről is lehet hallani, hogy lentről ilyen magasra száll föl. Csendes, derűs idő van. És Kofrukinglu úr jobbra-balra forgatta kezét az ablaknyílásban. A finom lanyha szellő errefelé fúj.
A szellő mifelénk fúj, akkor halljuk a zenét. Kár, hogy nem lehet jobban látni, és Koprokinglő úr visszahúzta kezét az ablaknyílásból, és ernyőt csinált belőle. Nem lehet látni jobban a koporsót. Csak néhány gyászhuszát látok, bóbitás lovakat. Mintha Spelatót látnám, szólalt meg a kanyarulaton túl az előbbi női hang. Ott a tenger is. Ne locsok, kérlek, sziszegte az előbbi férfiank, hiszen sohasem voltál ott. És az nem Spelató, hanem Lobetin, nem vagy panoptikumban, kilátó toronyban vagy. Ismét egy pár lépést tettek balra. Koprokinglő úr lakné a gyerekek délfelé, oda, ahol a kilátás Brányikra, Podolíra, Smihovra nyílik. A fiatal rózsás arcú lány és a fiatalember szintén előre ment kelet felé, ahonnan a belvárost lehetett látni, és a kis csoport a kanyarulaton túl a szemközti oldalon nyilván szintén tovább húzódott. Koprokinglő úr ismét megszólalt. Ott van Brányik, Podolí, Smihov. Az a nagy épület a magas kéménnyel a smihovi sörgyár. De én nem iszom sört, mondta, abstinens vagyok. Az ott fönt Barandov mutatott a sziklára, és másik kezével beárnyékolta a szemét, mert éppen szemben állt a nappal. Mindenféle kövületeket találtak arrafelé. Olyan borzasztóan régi kövületeket, mosolygott Lakmira, hogyha azok a lények még élnének, érelmeszesedésük lenne. Bogarak, lepkék, trilobiták kövületeit mosolygott, és kidugta kezét az ablaknyíláson a napra. Nézd meg jobban, mennyei, ne félj! Odakint finom lanyha szellő fújdogál, rázta meg a kezét a levegőben, és ujján megvillant a gyűrű. És ott van a Szent Hegy, kiáltotta a női hang a kanyarulaton túl, és az a zöld templom torony ott a házak között, Jeruzsálem, és ott, ahol azok a fehér felhők úsznak, ott van a mennyország. Ne hülyéskedj már, kérlek, förmet rá a férfiang! Miféle Szent Hegy? Mondtam, hogy az a Rip, és miféle Jeruzsálem? Tudod, hogy Bachnice van ott, Bachnice, a bolondok háza, sziszegte felháborodottan a hang. Ha nem hagyod abba, akkor... Hát megint itt vagyunk, mosolygott Koprokinglő úr, amikor a körfolyoson mindenki megint egy pár lépést tett balra, és Koprokinglő úr a drágáival ismét azon a helyen állt, ahonnan a belvárost lehetett látni, a Moldvát, az Óvárost, a Nemzeti Színházat, Vinohradit. Hát megint itt vagyunk. Mintha a legmagasabb hegyen állnánk, és onnan figyelnénk az alattunk elterülő világot. A lábunk alatt, mosolygott Koprokinglő úr, aztán ismét kimutatott, és azt mondta, ott a Nemzeti Színház, a Nemzeti Múzeum, az a nagy fehér csempézet épület Zsiskovon, a nyugdíjintézet. Ha ezt a mi Marinunk, a későbbi kedves nyugdíjügyi miniszter, aki ott függ az ebédlünk ajtaja fölött láthatná, ott valahol a Tin templom tornyai mögött van a gyümölcspiac, és a Lőport torony mellett kicsit errébb a Nekázanka utca, és nézzétek, ott az Óvárosi tér, a Ferencváros, a Prágai piactér, a Pellengér, mutatott az üveg mögé, és a gyűrű megcsillant az ujján. És ott, valahol a múzeum mögött, a Ruzsová utca, és amögött a két gömbölyű, aranyozott kupola mögött, amelyik úgy fénylik, ott van a Vinohradin, mutatta, és kezén megcsillant a gyűrű. Te nem tudod? Mosolygott Lakmér, hogy az micsoda. Hisz az a Vinohrádi zsinagóga, a legnagyobb zsidó templom Prágában. Igazán nem tudod, nézte mosolyogva Lakmér fekete haját, te sose voltál még ott. És valahol azokon az aranyozott gömbölyű kupolákon túl van az én halál templomom. Sajnos innen nem látni, mert egy domb eltakarja innen. Sajnos nem látni, de az a fő, hogy ott van. Nézz át az üvegen, Mili, biztatta a fiút. Itt minden inog, mondta az asszony a kanyarulaton túl, hiszen ez egy hinta, ne bomolj, hát mi inogna itt, húgta a férfiang, itt minden vasból van, nem búcsún vagy, hanem kilátó toronyban.
Gyertek még ide, mondta Copperkingle úr, és egy lépést tett balra, mint egy a vár felé. De nem egészen a szép rózsás arcú, fekete ruhás lány a fiúval szintén előre ment, mint egy Strahov felé, de szintén nem egészen, és Copperkingle úr megint kidugta kezét az ablaknyíláson. Valahogy himbálódzik az egész, mondta az asszony a kanyarulaton túl. Érzem, hát himbálódzik az egész, a végén még ledől, pont most fog ledőlni, fortyant fel a férfi, pont most, amikor te itt vagy. 100 évig kibírta, de pont ma a te tiszteletedre le fog dőlni, hát ilyen mázlim nem lehet nekem. Aztán még dühösen hozzátette. Minden vasból van, nem viaszból, te ostoba. Nem vagy boxmeccsen, kilátó toronyban vagy. Na és ott szólt újra Copperkingle úr, ott megtörik a folyó. Arra van Hlaubetyin, és valahol ott kellene lennie a Katyanka utcának, mondta maga elé mutatva. Nem látni innen, biztosan nagyon kis utca, sohasem jártam ott, csak a második kerületi Katyarinszka utcát ismerem. Még egy-két lépés, mondta Copperkingle úr kisvártatva, s néhány lépéssel balra ment, ahonnan a Hradzsinra nyílt kilátás, és a rózsás arcú fekete ruhás lánya fiatalemberrel szintén néhány lépéssel arrább ment a stadion felé, és megint a Hradzsin, a Szent Vitus dóm, a cseh királyok és elnökök vára, és az a világos, oszlopos, széles épület, amelyik előtt annyi autó áll, az a Csernin palota, a volt külügyminisztérium, most a birodalmi védnök Freiherr von Neirath úr székhelye. Látod, drágám, a palota fölött mosolygott Lakmér, és kinyújtott a kezét az ablakon. Látod, hogyan lobog a birodalmi zászló? Nézd meg jobban, ne félj, mondta, és meglóbálta a kezét. Milyen lanyha a szellő. Jó a madaraknak, nézett Lakmér, hogy röpködhetnek benne. Én nem tudok lemenni, mondta hangosan az asszony a kanyarulaton túl. Elszédülök, nem kell lemenned, fakadt ki a férfi. Levisz a lift. Hát jár a lift, kérdezte az asszony. Ne beszélj ilyeneket, kérlek, hát miféle lift járna itt? Hát nem vagyunk New Yorkban, a Reichban vagy. Ne lefetyelj már, kiáltotta a férfi dühösen, és valamit a padlóhoz vágott. Miért ne járna a lift? Hát nem azzal jöttél fel? Hát nem az hozott föl bennünket, vagy talán gyalog másztál ide? A temetési menet már befordult, mondta Copperkingle úr, amikor néhány lépéssel még nyugatabbra ment, ahonnan jobban látszott Strahov és a fekete ruhás rózsás arcú lány a fiatalemberrel szintén előre ment kicsit délfelé. A temetési menet befordult. A házak és a park között húzódó utca, amely fekete volt tőle már üres, a menet a temetőhöz közeledik. De nem Malvazinkira mennek, hanem inkább Bzsevnóba. Szegény nő tette hozzá, talán öngyilkos lett. Honnan tudod, apám? Kérdezte Zina, hogy nő volt. Az ember rájön valahogy, mosolygott Copperkingle úr, megérzi. Már a zene is, amit az imént hallottunk, azt jelzi, mosolygott. Szegény teremtés hosszú ideig tart, majd mire feloszlik, legalább 20 évig. A hamvasztó kemencében csak 75 perc kellene neki. Kificamítom a lábam, te pedig agyonvered magad, sipította az asszony a kanyarulaton túl. Ez csiga lépcső, hát inkább nyomd jól a fejedbe a kalapot, mert lerepül. Mit jár a szád, folyton kiabálta a férfi most már magából kikelve, és megint földhöz vágott valamit, hogy csak úgy döngött. Megmondtam már, hogy itt van a lift, ottni, csapott a falra, liftel még le, ahogy feljöttél, és punktum. De most már ne kelepelj, kiáltottam, mert tudod, hogy mi van a hátunk mögött? A te Jeruzsálemed, mondta fenyegetően. A körfolyosó közepén valami megcsikordult. A lift éppen most ért fel, két utas lépett ki az ajtaján. Mögöttük megjelent az idősebb kövérkés ember fehér kemény gallérban és csokornyakkendőben, és bekiabált a folyosóra. A lift lefelé nem szállít utasokat.
Vegyék igénybe a kettes számú lépcsőt, és bekattantotta az ajtót. Na tessék, kiáltott fel az asszony a kanyarulaton túl. Tessék, mit pofáztál? Látod, hogy gyalog megyünk le? Te, és kirohant a kanyarulat mögül. Fején tollas kalap volt, nyakán gyöngysor. Körülfutott a folyosón egy kövérkés emberke kemény kalappal a fején, botját ütésre emelve utána iramodott. Az asszony kétszer körülfutotta a folyosót, a padló érezhetően remegett tőle. Az emberke egy pár lépéssel mögötte rohant, aztán az asszony a kettes számú lépcső szaladt, és nagy robajjal vágtatott lefelé. A kövérkés ember levette a kalapját, előhúzta a zsebkendőjét, és odaszólt a körfolyoson állóknak. Tisztára bolond. Jeruzsálemet látta innen meg valami mennyországot, hát azt hitt, hogy itt van az égben. Örökösen ilyeneket művel nekem. Nem megyek vele többé sehova. Megtörölte homlokát a zsebkendőjével, miközben a sebesen rohanó léptek zaja egyre halkult a lépcsőn. Bezáratom a bolondok házába, odani! Mutatott Bohnice felé. Semmi, mondta Kofrokinglú sietve, amikor Mili odafordult hozzá, és nyilván mondani akart valamit. Zina is meg akart szólalni, és talán Lakmé is, aki eléggé csüggett volt. Az a hölgy úgy látszik elszédült. Ez előfordul, ha az ember túl magasan van. De nem vagyunk az égben, mosolygott szomorúan, mert akkor nem lenne itt szenvedés, és angyalok vennének körül bennünket. Halál se volna, és átlényegülés sem. A hölgy majd lecsillapszik, fűzte hozzá. Lecsillapszik, ha leér, odalent. Kofrokinglú úr lenézett a 60 méteres mélységbe, aztán ujjával valahová Dejvicén túlra mutatva így szólt. Ott van Suhdol. Aztán hátranézett a szép rózsás arcú, fekete ruhás lányra és fiatalemberre, és kijelentette. Nos, felhőn túljak, lassan mi is lemegyünk. A kettes számú lépcsőhöz mentek, és lassan elindultak rajta lefelé. Elől Zina haladt fekete születésnapi selyem ruhájában, utána Mili, aki egyik kezével görcsösen a korlátba kapaszkodott, másikkal a svájci sapkáját fogta, és lassacskán rakta lábait egymás elé. Mögöttük Lakmé sötét ruhája, fehér csipke gallérral szintén fogózkodva, és leghátul Kofrokinglú úr. A fal, amely körülvesz bennünket, és akadályozza kilátásunkat, mosolygott az előtte lépkedő Lakmé fekete hajára. Ebben a magasságban, mintha lehult volna. Olyan itt, mintha a legmagasabb hegyen állnánk, ahol az egész világ a lábunknál hever. Aztán így folytatta. A halál szép és becses dolog. De biztosítani kell az elhamvasztás lehetőségét. Nehogy úgy járjunk, mint az a szegény nő, akit most Strahovról a temetőbe vittek. Akinek biztosítva van, hogy elhamvasztják, annak semmitől se kell félnie, az félelem nélkül halhat meg. Mosolygott az előtte lépkedő Lakmé fejére, és aztán a vaspillérek között lenézett a még most is majdnem 60 méteres mélységbe, mert még csak a lépcső elején álltak. Kidugta a kezét a finom lanyha szellőbe, és azt mondta, jó ugrás esne innen. Lent az előcsarnokban, a korlátnál, a pénztár közelében egy idősebb szemüveges asszony egy apróra tört kalaptollat és egy szétszakadt gyöngysor darabjait szedegette föl a földről. 13. fejezet. Ma nem jöhettem be idejében, mondta Kofrokinglú úr eléggé szárazon, de nem udvariatlanul Sornec igazgatónak. Egy-két nappal a kaszinóban eltöltött este és a kilátótoronyban tett kirándulás után az igazgatói szobában.
Váratlanul részt kellett vennem egy tárgyalásom. Az igazgató Kopfkingl úrra nézett, és nem szólt semmit. Egyetlen arcizma se rándult, szeme se resztült. Kopfkingl úr könnyedén meghajolt és kiment az irodából. Az igazgató tűnődött a lépcsőn útban az öltöző felé. Kellemetlenül érzi magát, mintha sejtené, hogy történik valami körülötte. Hogy gondolkodnak, beszélnek róla, hogy már nem marad itt sokáig. Nem rossz ember, mondta magában, de ez vajmi keveset számít. Ilyen helyeken nem lehet kártevőket megtűrni. Ilyen helyeken senki se tűrne kártevőket, ez magától értetődik, ez emberi dolog. Amit a németek elégetéséről mondott, az... Kopfkingl úr hevesen megrázta a fejét, tenyerével eltakarta a szemét, aztán meggyorsította a lépteit, hogy minél előbb az öltözőben legyen. Belépett és átöltözött. A hamvasztó kemencéknél rámosolygott Zajicsra és Beránra, akik szótlanul és ridegen figyelték a hőmérőket, a mikrofonon át a szertartás teremből idehangzott, a Csehország, szép Csehországom. Megkérdezte tőlük, hol van Dvorsák úr, és Zajics a fejével a folyosó végébe az előkészítő felé mutatott. Igazítsa meg rajta a ruhát, mosolygott az előkészítőben Dvorsák úrra, aki egy nyitott koporsó előtt állt és virágokat helyezett a benne fekvő holttestre. Kopfkingl úr közelebb lépett hozzá, és azt mondta, bűbájos és gyönyörű a ruhája. Fekete selyemruha gallérral, hát persze. A koporsóba az emberek rendszerint a legjobb ruhájukat veszik fel. Előfordul, Dvorsák úr, hogy olyan ruhát öltenek, amely mindössze egyszer-kétszer volt rajtuk életükben. A koporsóban Dvorsák úr mindenki szép akar lenni. Aztán azt mondta, ez itt Vomacskova kisasszony. Bort és más szeszes italt árult egy büfében. Szerencsétlen kisasszony. Néhány perc múlva a kiállítási terembe kerül, Pelikán úr majd átviszi. Ez a koporsó, mutatott Kopfkingl úr a hetes számú koporsóra, amelyik már le volt szögezve, le van szögezve, ezt már nem állítják ki. Egyenesen a szertartás terembe megy. Fertőző eset volt. Kalus úr. Maga már alig dohányzik, Dvorsák úr, igaz? Kopfkingl úr elmosolyodott és a vasrúdra nézett, amely az előkészítő függönnyel eltakart fal mélyedésében ott feküdt a földön. Úgy látszik, már megszokta a munkánkat. Már jön Pelikán úr, mutatott az ajtóra, és amikor Pelikán úr bejött a kiskocsiával, Kopfkingl úr még egy pillantást vetett a koporsóban fekvő virággal díszített kisasszonyra, intett Pelikán úrnak, és azt mondta, lehet, Vomacskova kész. Amikor Kopfkingl úr elindult hazafelé, a portás fülkéből előmászott Fenek úr. Kopfkingl úr emelte Kopfkingl úrra lágy tekintetű könnyes szemét, és hangja meg keze a hosszú körmű kisujjával remegett. Mi van a morfiummal? Fenek úr, felelte Kopfkingl úr elég nyersen, és megállt. Ha nem hagyja abba a zaklatást, akkor följelentem a rendőrségen. Tudja, hogy a morfinizmus büntetik. A morfinizmus romlottság és összeegyeztethetetlen az ember becsületével. Egy szót se halljak többé erről, különben beszállíthatom a bolondok házába. Aztán ránézett Fenek úrra, aki csak nem megtántorodott, és már valamivel barátságosabban így folytatta. Semmit se kap tőlem, Fenek úr. Védem az egészségét. Ha magának nincs esze, akkor legalább nekem legyen. Nem akarom, hogy az én lelkemen száradjon az élete. Becsületes és egészséges ember vagyok. Nem iszom alkoholt, nem dohányzom, abstinens vagyok, és látja, mégis élek. Ne molesztáljon többé. Fenek úr, megsemmisültem bújt vissza a portás fülkébe.
Lám-lám, gondolta a Kofrukingl úr, és kilépett az épületből az udvarra, megint kimutattam egy kicsit az erőmet, és ő megrémült tőle. Lám-lám, milyen sokat segíthetünk az emberiségen, erővel, jellemmel. A gyengék és alacsony rendűek, a társadalom koloncai nem veszik ki részüket a holnapért vívott harcban. Az udvari portán megpillantotta Vrána urat, aki azért ült ott, mert valami baj van a májával, és Kofrukingl úrnak az volt az érzése, hogy amikor Vrána úr észrevette, hátat fordított neki. Amikor hazaért, és belépett az ebédlőbe, a mennyei az ablaknál állt a nászmenetet ábrázoló kép és a kis táblázat a legmagasztosabb menetrend alatt. Kofrukingl úr csak rámosolygott fekete hajára, és közben szánalmat érzett. Aztán rajta kapta Milita, mint az ebédlőben függő kis tükörnél valamit el akar rejteni. Félszemmel látta, hogy az a valami egy fénykép, és azt mondta magában, lám csak, ez az élet. Nem csak Zinuska és Mila úr, hanem már Mili is, no persze, a gyerekek serdülnek, nőnek. A rádióhoz ment, és bekapcsolta. Szegény Fenek úr keste, megint morfiumot kért tőlem. Gyenge, elpuhult, elintézett ember. A morfinizmus romlottság. Vajon Prahár úr még mindig iszik-e, és az a szerencsétlen Vojta? Praharov asszonnyal már talán egy éve nem találkoztam. Aztán a rádióban felhangzott Almaviva édes kavatinája a sevillai borbéból, amelyet a gróf az erkély alatt énekel Rozinának. És Kofrukingl úr megfordult. Oda ment Milihez a kis tükör mellé, és kinyújtotta a kezét. Na, mutasd meg a szerelmedet, tartotta a tenyerét. Az első szerelmedet, hadd lássuk, milyen! Mili egy kicsit vonakodott, aztán oda nyújtotta neki a fényképet. Nem lányt ábrázolt, hanem az ökölvívó hentes inast. Ez az a hentes inas, hebegte Mili és a macskára nézett. Tudod, az a boxoló. Egy percnyi csend után Kofrukingl úr elmosolyodott és megkérdezte. Hogy szerezted ezt a képet? Ti ismeritek egymást? Ott azon a meccsen elküldtél a műsorért, hogy megtudjam, ki áll szorítóba, felelte Mili, aztán akadozva elmondta, hogy már kétszer volt az ifjúsági klubban edzésen. Álljatok közénk, mondta Mili, ez volt azon a papíron. Tudod, hát azon a röpcédulán, folytatta a jelentkezési íven, amit Reintke mérnök úr adott. Tehát ez remek, Mili, hogy egy boxolóval barátkozol, jegyezte meg egy kis idő múlva Kofrukingl úr, és azt gondolta, hogy ha egy boxolóval barátkozik, akkor talán mégsem olyan tutyimutyi, nőies, ahogy Vili állítja, talán kilábol az elpuhultságból, és hangosan így folytatta, keménynek kell lenned, Mili, bátornak, 100%-os férfinak, hiszen német vér folyik az ereidben, az én vérem, tette hozzá összevont szemöldökkel. A vakáció után átiratkozol a német gimnáziumba. Hát persze, mosolygott az elképett, csügget lakméra, aztán megint Milihez fordult, aki a macskát nézte és tovább beszélt. Boxolóval barátkozni határozott a jó dolog. A box harci sport, ein Wettkampf, a vezér az egyik legjobb sportnak tartja. Csak ne csavaroknál, annyit folyton, Mili. Jobb lenne, ha a hídig se járnál. És vajon szorgalmasan tréningezik-e a te ökölvívót? Mosolygott visszaadva a fiúnak a fényképet, és amikor Mili bólintott, megkérdezte, mit mond neked, miről beszélgettek, ha együtt vagytok? Aztán elborzadva hallgatta, hogy mit mond a boxoló Milinek, és miről beszélgetnek, ha együtt vannak. Hogy miért tréningezik olyan szorgalmasan, hogy miért tanul olyan szorgalmasan boxolni, hogy miért fontos, hogy a csapásai üljenek. Azért, mert a németek betörtek az országunkba, mert erőszaktevők, mert elvették a szabadságunkat. És Mili, amikor ezeket mondta, úgy nézett maga elé majd a macskára, mint egy birka,
és Kopfrukingl úr legyőzte önmagát, és szomorúan megrázta a fejét. Arra, hogy megmagyarázzam neki, még van idő, gondolta, és Millire nézett. Nem sokára megmagyarázom neki, a lelkére beszélek, meggyőzöm. És odament a rádióhoz, amelyből éppen Alma Viva Rosinához énekelt édes dalának vége hangzott, és könnyedén eltolta a lába alatt témfergő macskát. Pünköst előtt a Gestapo letartóztatta a krematóriumban Zajicsot és Beránt, aztán Schurnetz igazgató került sorra. A Gestapo intézkedése, gondolta Kopfrukingl úr, az NSDAP színnémet lelkű tagja, elég keménynek látszik. De hiába ennek így kellett történnie. Ember milliók boldogsága, forog kockán. Büntettet követnénk el a nemzet ellen, gondolta Kopfrukingl úr. Büntettet az emberiség ellen, ha nem szabadulnánk meg a kártevőktől, ha ölbetett kézzel néznénk apna munkájukat. A Gestapo tehát a krematóriumban letartóztatta Zajicsot, Beránt és Schurnetz igazgatót. Mili és Zina Pünköstre elutazott a jó slatinányi nagynéniükhöz, akit ha katolikus volna halála után szentté avatnának, s aki már ma is szent. Egy csokor liliomot vittek neki. Ez éppen azokban a napokban történt, amikor Kopfrukingl úr életében jelentős fordulat volt várható, az előléptetéséről döntöttek. Mennyei! Mondta Kopfrukingl úr laknének az ebédlőben. A gyerekek elutaztak Pünkösdre a slatinányi nagynéniükhöz, ahhoz a jótét lélekhez, aki már életében is szentnek mondható, és mi egyedül vagyunk. A krematóriumban letartóztatták Zajicsot, Beránt és Schurnetz igazgatót. Isten a megmondhatója miért? Nyilvánvalóan a birodalommal, a német nemzettel, az emberiséggel szemben tanúsított ellenséges magatartásuk miatt. Mi van? Mosolygott Lakmér, aki nagyon megrémült. Mitől félsz? Attól, hogy letartóztatták Zajicsot, Beránt és az igazgatót. Légy nyugodt, nem esik bántódásra. Mi bajuk lenne? Áthelyezik őket egy másik munkahelyre. Ennyi az egész. Aztán így folytatta. Schurnetz úr helyébe engem akarnak kinevezni igazgatónak. Azért akarnak kinevezni, mert szakember vagyok. Mit szólnál hozzá, drágám, ha most, amikor így kettesbe vagyunk itthon, átöltöznénk ünneplőbe, és egy szép kis családi ünnepét rendeznénk magunknak. No, persze bor nélkül, hiszen én abstinens vagyok. És aztán megfürdünk majd a mi gyönyörű fürdőszobánkban, ahogy a rómaiak tették lakomák után. Nincs most véletlenül a mi mennyei lakodalmunk évfordulója, mosolygott gyengéden, vagy legalább boldog összeismerkedésünk évfordulója. Emlékszel az állatkertben a leopárd előtt? Nincs, nincs. Na persze, de tegyük föl, hogy van. Na gyere! Kopfrukingl úr karonfogta Lakmét, és kikísérte a konyhába, hogy valami ennivalót készítsenek együtt. Este felé, amikor az étel elkészült, Kopfrukingl úr megkérte Lakmét. Vegye föl fehér csipke galléros ünnepi sötét selyem ruháját, és amikor Lakmé átöltözött, bevezette feleségét az ebédlőbe, leültette az asztalhoz, behozta a szendvicseket, mandulát, kávét és teát, bekapcsolta a rádiót, és ő is asztalhoz ült. Hallod, mennyei, mosolygott gyöngéden, mit játszanak? A kórust és basszust éneklik Donizetti Lammermoori Lúciájából. Érdekes. Olyan tökéletes temetési zene, és nálunk mégis olyan ritkán játszák. Aki ezt játszatná el magának a szertartás termünkben, annak valóban nagyszerű temetése lenne. Strunná asszonynak annak idején a befejezetlent játszották, Czárska kisasszonynak Dvorzsák lárgóját, és Vomácsková kisasszonynak nemrég az utolsó rózsadalát Friedrich von Flotow-tól.
Hiba ott van, hogy a zenét rendszerint nem az elhunytak választják, hanem a hátramaradottak. És azok persze nem a halottak ízlése szerint igazodnak, hanem a saját ízlésük szerint választanak. Nem azt, ami a szegény megboldogultnak tetszik, hanem azt, ami nekik. Aztán megjegyezte még, ez Lucia nagyárjája a harmadik felvonásból. Egy kiváló olasz énekesnő előadásában. És miközben ettek, és a rádióból Lucia nagyárjája szólt, Kofrokinglő úr így beszélt. Legtisztább az élet előttünk van. Nyitva előttünk a világ, felhőn túli. Nyitva számunkra az ég, mutatott és nézett föl a mennyezetre, mint a csillagokra, vagy egy csodálatos képre, vagy valami látomásra figyelmeztetné Lakmét. Az ég, amelyet 19 év alatt, amióta együtt vagyunk, egyetlen felhőcske se takart el. Az ég, amelyet olyankor látok néha az én haláltemplomom fölött, amikor éppen senkit se hamvasztanak. De észrevettem, hogy a fürdőszobában eltört a ventilátor, holnap meg kell javítanom. Addig egy hurkos kötelet kötöttem hozzá, hogy székre állva be lehessen kapcsolni. A függöny ott a sarokban mutatott az ablak felé, amelyre karácsony este Vili figyelmeztetett bennünket, még mindig jól tart. Hallod ezt a gyönyörű hangot, mutatott a rádióra, amelyből Lucia nagyárjája zengett. Mennyire igaz, hogy szegényen hal meg, aki nem ismerte meg a zene szépségeit. Hol van Rosanna? Vacsora után Kofrokinglő úr megcsókolta a mennyeit, és azt mondta, gyere kimondhatatlan, mielőtt levetkőznénk, elkészítjük a fürdőt. Fogott egy széket, és bementek a fürdőszobába. A macska nézte őket. Meleg van itt, szólt Kofrokinglő úr, és a széket a ventilátor alá húzta. Azt hiszem, eltúloztam a fűtést, kapcsolt be a ventilátor, drága. Amikor Lakmé felállt a székre, Kofrokinglő úr megsimogatta a lábikráját, a nyakára dobta a hurkot, és gyengéd mosolyal ajkán így szólt, mi lenne, drága, ha felakasztanálok. Lakmé lemosolygott rá a magasból, talán nem jól értette, amit mondott. Ő visszamosolygott, belerugott a székbe, és a dolog el volt intézve. Az előszobában fölvette kabátját, elment a német rendőrségre, és a jegyzőkönyvbe ezt diktálta. Nyilván kétségbeesésében követte el tettét. Zsidó vér folyt az ereiben, és nem tudott mellettem élni. Talán sejtette, hogy elválok tőle, hogy a vele való házasság összeegyeztethetetlen német becsületemmel. És magában ezt mondta, sajnáltalak, drága, sajnáltalak. Csügget voltál, hallgatag, persze, hogy is ne lettél volna, de nekem német létemre meg kellett hoznom ezt az áldozatot. Megmentettelek, drága, a szenvedéstől, amelyet különben nem kerülhettél volna el. Mennyire szenvedtél volna, mennyei az új, boldog, igazságos világban azzal a te véreddel. Lakmét Krudinban Slatinányi mellett hamvasztották el, és Karl Kofrokinglő urat pünköst után kinevezték a prágai krematórium igazgatójává. Nyugdíjba küldte Vrána urat a krematórium udvari portájáról, aki azért ült ott, mert valami baj volt a májával. Már öreg, gondolta, én csaknem 20 évvel ezelőtt álltam munkába itt, és ő már akkor is itt volt, hadd pihenje ki magát. Pocinková asszonynak a takarítónőnek felmondott, hiszen ő majdnem félt itt, mondta magában, megszabadítom a félelemtől ettől az átoktól, de Dvorzsák urat megtartotta. Tudja, Dvorzsák úr, nekem azt tetszik magán, hogy nem dohányzik, és nem iszik, mondta neki, hogy abstinens. És meghagyta helyén Pelikán urat és Fenek urat is megtartotta. Meg kellene mentenem, gondolta néha-néha az igazgatói szobában, hisz alig áll a lábán. Amikor elhaladt a portásfülke előtt, Fenek úr sírt, és úgy húzódott vissza odujába, mint egy kutya.
14. fejezet. Igen, a gyerekeket megrázta, anyjuk tette, de az életben sok mindennel meg kell békülni. Az élet legdrágábbak, mondta Kopfl Kingl úr a gyerekeknek az ebédlőben a lámpa alatt állva és újságot tartva a kezében. Az élet ma nagy harc, sorsdöntő időket élünk, és hősiesen kell viselnünk az áldozatokat és szenvedéseket. A mi mennyeink már felmagasztosult, akárcsak az anyja. A nyájas természet kiragadta a világ bilincseiből. Nyugodtan visszaváltozott azzá, amiből lett porrá. Az éter kinyillott előtte, és talán e percben már új testet öltött. A hamvasztás meggyorsítja ezt a folyamatot. Rendes, jó asszony volt, mondta kezében az újsággal. Hűséges, csendes, szerény. Az örök fény már fényeskedik neki, már körülveszi a szent békesség. Aztán szemét az újságra szegezve azt mondta még, semmi sem biztos az emberi életben. A jövő bizonytalan, és ezért az emberek gyakran félnek tőle. Az egyetlen, ami biztos az életben, a halál. De most már az is biztos, hogy Európában új, boldog rendet juttatnak uralomra. A vezér új, boldog Európája, és a halál az egyedüli két bizonyosság, amire ma mi emberek támaszkodhatunk. Itt az újságban, lapozott bele az újságba, egy szép vers van. Az az érzése, mint a pontosan a mi megboldogultunk tiszteletére írták volna. Elolvasom nektek legalább az első sorát, mondta és olvasta. Amikor a homályban a nap estébe fordul, aztán ránézett a mászmenetet ábrázoló képre, amely a táblázat a halál menetrendje mellett függött, és gondterhelten megjegyezte, a lángok már nem fájhatnak. Félretette az újságot, a könyves polcról levette a Tibetről szóló könyvet, és újra megszólalt. Gyöngédek, most, hogy elvesztettük anyát, még többet kell törődnöm veletek, mint eddig. Zinuska mosolygott a lányára, majd a Tibetről szóló könyvre nézett, amelyet a kezében tartott. Olyan szép vagy, mint édesanyád. Milá úr udvarol neked, de vakáció után át kell iratkoznod a német iskolába. Milinek szintén nézett hosszan, fürkészőn a fiúra, aztán újból a Tibetről szóló könyvre pillantott, és egy kicsit összehúzta szemöldökét. Ez a nőiesen finom lelkű fiú egyre több gondot okozott neki. Sohasem hasonlított rám, gondolta szemét a könyvön tartva. Sohasem hasonlított rám, és most még többet csavarok, mint régen. Csak nehogy megint elcsavarogjon nekem valahová éjszaka, hogy keresetnem kelljen a rendőrséggel, mint akkor, Sohtalban. Az az ökölvívó tanonc, ahelyett, hogy megedzené és megkeményítené, még jobban félrevezeti és tévútra viszi. Nehogy olyan vége legyen, mint annak a szerencsétlen Vojtyík Prahárnak a házunkból. És egyszer aztán a kaszinóban Mari, a szőke szépség jelenlétében, aki olyan volt, mint egy angyal, vagy mint egy elsőrendű színésznő, és akit Marlennek hívott, a fiáról beszélt Willivel. Millie egyre több gondot okoz nekem, sóhajtott felszemét a szőnyegeken, a képeken, a ragyogó csillárokon járatva. Egyre elpuhultabbnak és nőiesebbnek látom. Sohasem hasonlított rám, és ráadásul még többet csavarok, mint régen. Félek, nehogy megint elmenjen éjszakára valami Sohtalba, abból a boxmeccsből, amit akkor együtt láttunk, nézett a konyakkal teli poharakra az asztalon, sajnos nem sokat tanult. Ő maga semmiért a világon nem lenne hajlandó boxolni, pedig olykor esetleg szüksége lehetne rá, ahogy mondtad.
Annak a boxmeccsnek nyilván csak egy következménye volt. Összeismerkedett a hentes inassal. És az az ökölvívó inas, ahogy látom, még jobban félrevezetés tévútra viszi, ahelyett, hogy megedzen és fölpesdítené benne a német vért, amit tőlem örökölt. És ez elszomorít. Nehogy olyan vége legyen, nézett az asztalon álló konyakos poharakra, mint annak a szerencsétlen Vojtěch Prahárnak a házunkból. Az anyja fél zsidó volt, felelte Vili, és a szőke Marlenre nézett, aki vállát Kopfrkingl úr vállához támasztotta. Nyilván ez ütközik ki rajta. Milivoj másodfokú félvér. Az 1935. november 14-i birodalmi polgári törvény második paragrafusa értelmében másodfokú zsidó félvérnek úgynevezett negyed zsidónak számít. Vierteljude ist derjenige, der von einem volljüdischen Großeltern teil abstammt. Ez törvény, mondta Vili, a Kopfrkingl úr vállára támaszkodó Marlenre pillantva. A törvények pedig arra valók, hogy az embereket szolgálják, ahogy te mondod, és nekünk tisztelnünk kell őket. Félek, Karl, hogy nem veszik fel a mi gimnáziumunkba. Félek, hogy nem veszik fel a Hitlerjugendba sem. Komolyan nem kérsz a konyakból, mutatott az asztalon álló poharakra. De Kopfrkingl úr megrázta a fejét, és az egyik poharat finoman eltolta magától. Közeledünk Varsóhoz, nevetett föl Marlen. Annak a hétnek a szombat délutánján, amikor Varsó fölött meglebbent a horog keresztes zászló, és a birodalmi véderő tovább vonult keletre, Karl Kopfrkingl úr felvette új fekete csizmáját, és letűrt karimájú zsinór és toldíszes zöld kalapját, amelyet csak nem régen vett a Musztecken a német kalaposnál, zakója zsebébe egy csinos kis harapófogót süllyesztett, és elindult, hogy megmutassa Milinek a krematóriumot, ami azért volt lehetséges, mert szombat délután soha sincs hamvasztás. Az idő csodaszép volt. A ház előtt találkoztak Jan Bettelheimmel és Vojtěch Prahárja. Mindketten a falnak támaszkodva nézték a parkolókocsikat. Intettek Milinek, és megkérdezték, hova megy. Kopfrkingl úr megállt, barátságosan elmosolyodott, és azt felelte, hogy sétálni mennek. Mili a két fiúra nézett, azok meg ő rá, mintha holmi terveket szőttek volna magukban, és Kopfrkingl úr megszólalt. Egyszer újra el kell jönnötök hozzánk, fiúk. Már régen nem jártatok nálunk. De ha kint sétáltok, akkor nem szabad túl messzire mennetek. Sajnos a mai idők nem alkalmasak a csavargásra. Aztán rámosolygott a parkoló autókra, és így folytatta. Nos, az elméletet szerint, Mili, ezek színes autók, igaz? A zöldek katonai, meg rabszállító autók, a fehérek egészségügyiek, angyalkocsik, intett a fiúknak, és elindultak. Néhány lépést tettek, és akkor Kopfrkingl úr így szólt. Lehet, Mili, hogy nem sokára nekünk is lesz egy szép színes autónk, és te így is kocsikázol majd benne, mint azelőtt Jan Bettelheim. Vasárnaponként kirándulunk majd vele, persze Suchtornál messzebbre megyünk, valamelyik várhoz vagy kastélyhoz. Azt hiszem, ez tetszene neked. Bettelheim doktornak sajnos már nincsen autója. Aztán egy rózsaszínű cukrászdához értek, és Mili megállt. No jó, jó, te kis torkos állatka, mosolyodott el Kopfrkingl úr, és benyúlt a zsebébe, hová a kis harapófogót dugta. Nesze, vegyél magadnak jégrudat. Aztán még egyszer benyúlt a zsebébe, és újra megszólalt. Nesze, vegyél magadnak krémes koszorút is. Mili megvette a jégrudat és a krémes koszorút, aztán tovább mentek.
A Vinohrádi temető közelében valami reklám függött a falon, egy idősebb kövérkés ember állt alatta, és a szöveget böngészte. Mikor közelebb értek hozzá, Kofokingló úr észrevett, hogy az embernek fehér, kemény gallérja és piros csokornyakkendője van, és amikor ezt észrevette, kissé fölemelte a fejét. Kár, mondta Millinek, és hangja enyhébb megremegett. Kár, hogy a te mennyei anyád nincs velünk. Aztán a reklámra nézett, és az volt az érzése, mintha néhány betű ki akarna ugrani belőle. Függönyöket és drapériákat jutányos áron javít Josefa Brodskova, Praha, Holbetin, Katerinska 7. A temetőn átmegyünk, mondta Kofokingl úr Millinek. Hátulról szebb út vezet oda, mint az udvaron át. Mikor még nem voltam igazgató, délben mindig ott sétáltam. Milyen kár, hogy a te mennyei anyád már megtért az úrhoz. Mikor beléptek a temető kapuján, valami lármát és ropogást hallottak a közeli sírkövek mögül. Mintha valaki ugrálna és sziszegne, aztán egy asszony rohant feléjük, nyakán gyöngysor volt, fején tollas kalap. Maga mögé mutogatott és sivalkodott, és egy alacsony kövérkés ember futott utána kemény kalapban, bottal a kezében, és ordított. Hova loholsz, te? Itt nincs semmiféle torony, ez temető! Temetőben voltál! Aztán megállt Kopfokringlő úrra nézett, fekete csizmájára, letűrt karimájú zsinóros tollas zöld kalapjára. Dühösen megcsóválta a fejét, és megszólalt. Bolond mindig ezt csinálja velem. Azt hitte, hogy valami vérengzésre viszem. Majd megnyugszik, mondta Kopfokingl úr nyájasan, mire a kövérkés ember levette kalapját, és törölgetni kezdte a homlokát. Gyere! Szólt rá barátságosan Kofokingl úr Millire, aki ilyetnek látszott. Bizonyára valami roham, majd elmúlik. Valamelyik angyal, aki közöttünk jár, azaz valamelyik orvos majd segít rajta. Milli tette hozzá, nehogy valaha is eszedbe jusson robbanó golyót tenni a számba, abból nagy baj lehet. Ízlett a krémes koszorú? Átmentek a temetőn, a koszorúkkal borított sírok között, és a krematórium épülete elé értek. A portán egy kiskutya remegett hosszú körömmel a kisujján, meglátta az igazgatóra csizmában, letűrt karimájú tollas kalapban, meghajolt, és a szeme véraláfutásos volt és könnyes. Vajon meg tudom-e menteni, gondolta Kopfokingl úr, alig, hanem el kell bocsátanom, vagy besegítenem a bolondok házába. Intett neki, és továbbment. Bevezette Millit a folyosóra, a ruhatárhoz, a kialudt hamvasztó kemencékhez. Lizolszag terjengett mindenütt, és a fiú remegett, mint egy kis bárány. Ezek azok a kemencék, remegett és bizonytalanul nézelődött. Igen, ezek azok, mosolyodott el Kofokingl úr. Talán csak nem félsz, kérlek, hiszen üresek. Most nincs habbasztás. De Millie, valahányszor elmegyünk valahová, mosolygott tovább, te mindig félsz. Én nem tudom, hogy kitől örökölted ezt. Féltél a panoptikumban, féltél a boxmeccsen, féltél a kilátótoronyban, hát mi van veled? Aztán magyarázni kezdte. Nézd, ezek itt a szertartás terem vasfüggönyének a gombjai. Ezek a hőmérők, ez a mikrofon, amelyen keresztül az alkalmazottak a zenét hallgathatják. Nos, ezek azok a mi jó gépezeteink és önműködő berendezéseink. Ott azon az állványzaton azok a füstszínű ablakok a kemencékben nyílnak, de azokat igazán nem kell látnod. Itt egy táblázat függ, hát ezt már ismered, na várj, megnézem. Aztán elmentek a hamveder raktár előtt, a hamvederek 16 cm átmérőjű és 23 cm magas bátok hengerek,
Lizol szag terjengett mindenütt, és a fiú remegett, mint egy kis bárány. Ez a Hamveder raktár, mondta Kopfkingl úr, az edények szabványosítottak. Aztán átmentek az előkészítő terembe a koporsókhoz. Ez itt Danyek úr, mosolyodott el Kopfkingl úr, ez pedig dr. Weverka. Elég szűk a koporsója szegének, ha majd ráteszik a fedelet, szorítani fogja a homlokát. Ez pedig Piskozs úr, angyal betegségben halt meg. No, semmi, semmi. Na, várj, még ezt a koporsót is megmutatom neked, mosolyodott el Kopfkingl úr, és egy lefedett koporsóhoz lépett, amely egy ötös szám és a Wagner név volt írva. Ez már le van szögezve, mert nem nyitják ki többé. A holttestet már nem állítják ki. Hétfőn egyenesen a szertartás terembe megy. Kopfkingl úr kivette a zsebéből a kis harapófogót, kihúzta vele a szögeket, és fölemelte a koporsó fedelét. A fedél alatt éles, sápadt, lesoványodott arc jelent meg. Egy szürkészöld, parádés egyenruhába öltözött test, vaskereszt a mellén, ellenzős, lapos sapka és egy pár fehér kesztyű. Az egyenruha gombjukában babér ágacska. Egy másik ágacska talán Mirtusz a hasán keresztbe tett kezén nyugodott. Ez itt Ernst Wagner úr, mondta Kopfkingl úr a fiúnak, aki úgy remegett, mint egy kisbárány, és kétségbe esetten tördelte a kezét. SS Sturmbannführer. Szerette a nemzetet és a zenét. Wagner Parsifáljának hangjai mellett fogják temetni. Szóval a te bokszolód a németeket fogja ütni, mosolygott szomorúan Kopfkingl úr a rémülettől sápadt fiára. Az erőszaktevőket, a betolakodókat. Te bizonyára megmondtad neki, hogy szereted az édességet, ugye? Megszokott hívni a cukrászdába, igaz? Nézd, ez a Wagner úr fajtiszta német. Nem holmi elpuhult, elnőjesedett lélek, tiszta származás. Ohne Rücksicht auf den Dienstgrad muss jeder SS angehörigen Abstammungsnachweis erbringen. Wenn sich verloben oder verheiraten will. Így szól a birodalmi törvény. Tudod, mit jelent ez csehül? Nos, hogy az SS minden tagja rangjára való tekintet nélkül köteles igazolni származását, ha el akarja magát jegyezni, vagy házasságot akar kötni valakivel. A törvények azért vannak, hogy segítsenek az embereken. Kopfkingl úr elmosolyodott, majd folytatta. Olyan koporsója van, amilyennek egy koporsónak lennie kell. Elég magas és elég széles. Mi lenne, Mili, ha mellé feküdnél? Ha mellé feküdnél, és hétfőn a Parsifál hangjai mellett együtt olvadnál el vele. És nem túl vidám mosolyjal megfogta az elfüggönyözött sarokban fekvő vasrudat, meglökte a fiút, aki térdre bukott, aztán szétterpesztett lábbal megállt fölötte, fekete csizmájában, letűrt karimájú zsinóros tollas kalapjában, és agyonverte a vasrúddal. Majd fölemelte a földről, bedugta a koporsóba a Sturmbannführer mellé. A koporsó olyan volt, amilyennek egy koporsónak lennie kell, magas és széles, mind a ketten belefértek. Két mostoha testvér, leszögezte a fedelet a kis harapófogóval, megvizsgálta a vasrudat és a padló kőkockáit, tiszták-e, megigazította a kalapját, és kilépett a teremből. A halál közel hozza egymáshoz az embereket, mondta magában, zsebretett kezével a kis harapófogót simogatva. Az emberi hamvak között nincs különbség. Hogy a hamu egy német bánfüreréje, vagy egy negyed zsidó fiújé, az mindegy.
Szegény fiú, folytatta magában. Mennyit szenvedett volna életében, mi mindentől kíméltem meg ezt a jó gyereket. Már most se vették volna föl a német iskolába és a Hitlerjugendbe. Mi lett volna később, amikor majd eljön az új boldog rend, csak az a kár, hogy már nem tudtam lefényképezni. Mili, ne szaladj, várj meg! Kiabálta Kupferkindl úr fenek portája előtt, hogy behallassék a fülkébe, ahol fenek úr kuksolt. Fenek úr, aki mindig a száján tartotta a kezét, mintha csókolná, és akinek mindig zavaros a tekintete. Fenek úr, szólította meg Kupferkindl úr, maga nyalja a kezét, gyógykezeltetnie kell magát, fenek úr, ez így nem mehet tovább, ha csak nem akarja tönkretenni az életét. Az, amit csinál, az valami abartikkeit, perverzitás, nem akar elmenni egy elmegyógyászhoz. És fenek úr fölemelte a fejét, sírva fakadt, és összekulcsolta a kezét. Kupferkindl úr aztán kilépett az épületből, átment az udvaron. Vrana úr utódja az udvari portánál mély meghajlással köszöntötte. A krematórium udvar kapuja előtt Kupferkindl úr egy hatost adott a koldusasszonynak, aki péntek és szombat kivételével minden áldott nap itt állt, télen-nyáron. Olyan volt, mint egy fehérhajú párka, aztán Kupferkindl úr elindult a villamos megálló felé. A megállónál egy fiatal, rózsás arcú lány állt fekete ruhában, mellette egy fiatal ember, akinek tokos fényképezőgép lógott a vállán. Négy nap múlva Kupferkindl úr elment a német rendőrségre, és bejelentette, hogy 16 éves fia eltűnt. Negyedik napja már is még nem jelentkezett, mondta Kupferkindl úr. Egész kiskora óta csinálja ezt, egyszer a rendőrséggel kellett kerestetnünk, Suchtolnál találtuk meg. Ott akart aludni egy szénabogjában. Romantikus ötletei támadtak néha, attól félek, elment a hadseregünk után Lengyelországba. Az utóbbi időben valami ökölvívóval járkált. Ez alatt Mili már negyedik napja egy urnában nyugodott, összekeverve a fajtiszta Bahnführer hanvaival. A hanvasztási aktust maga az igazgató végezte Zajíc és Berán utódjainak megértő és alázatos mosolya kíséretében. Felfrissítette a hanvasztó kemencéknél szakismereteit, és egyben jelezte amazoknak, mennyire megbecsüli munkájukat, hiszen elég szegény szülők gyermeke lévén ő is így kezdte. A szertartáshoz Beethoven gyászindulóját játszották az Eroikából, előtte a Parsifalt Wagnertől. 15. fejezet. Aztán a diadalmas lengyel hadjárat után Karl Kupferkindl urat a prágai Sicherheitsdienst legfőbb főnökéhez és a birodalmi védnök úr titkárához, Böhrmann úrhoz hivatták. Böhrmann úrhoz abba világos színű széles, oszlopos épületbe, amely előtt annyi autó állt, és amelynek tetején a birodalmi zászló lengett, abba a dolgozó szobába, ahol édes szantálfa illat terjengett, és ahol a pompás függönyökön, vastag szőnyegeken kívül a vezér óriási méretű arcképe és néhány csodálatos festmény függött, és itt a prágai Sicherheitsdienst legfőbb főnöke és a birodalmi védnök úr titkára dolgozó szobájában bizalmasan közölték Kupferkindl úrral, milyen kísérletet készítenek elő. Ez 1939 őszén történt. A német nép megtisztítására és becsületére, az új, boldog Európáért vívott harcra, a világ igazságos elrendezésére, a vezér új rendjére, mondották neki, és fölemelték a ragyogóra fényezett asztallapról a poharakat. Az asztalon valami könyv is feküdt, és a pompás szobában Willy Reinke is jelen volt, és így szólt Kupferkindl úrhoz. Megengedett, hogy megkínáljalak valami itallal, konyakkal, cseh szilvapálinkával, és később azt mondták neki, önnek tapasztalatai vannak. Ön szereti a gépezeteket és önműködő berendezéseket.
Ön büszke hordozója a németségnek. Ki akarunk próbálni egy gázzal fűtött, ötletes, hamvasztó berendezést. So eine treffliche Gaseinrichtung für die Zukunft. De ehhez tökéletes titoktartás kell. Ez titok. Nagy megtiszteltetés vár önre. A szakfőnöki tisztség. Egy ötletes gázkemence a jövő szolgálatában, ismételte Vili, és könnyedén megérintette az asztalon fekvő könyvet, a jövő szolgálatában. A jövőben a halálon és a mi győzelmünkön kívül minden bizonytalan. A lovak sem fognak szenvedni, mosolygott Vili, megtiszteltetés vár rád. Az folytatta, amit akkor ígértem neked, amikor koldus voltál a Majslova utcában, az most valóra válik. Megkapod a Mercedest. Elviheted vele, mosolygott tovább, kirándulni a családodat. És egyre mosolyogva fölemelte poharát, és azt mondta, kiválasztott vagy. Még mindig nem iszol. Valóban. És Kopfkindl úr mosolyogva magába szívta az édes illatot, a szantálfa édes illatát, amely a prágai Sicherheitsdienst legfőbb főnökének és a birodalmi védnök úr titkárának dolgozó szobájában terjengett. Aztán Kopfkindl úr a poharak mögé nézett az asztalon fekvő könyvre, és ölébe ejtette a kezét. Köszönöm, uraim, szólalt meg és megrázta a fejét, valóban még mindig nem iszom. Nem iszom alkoholt, abstinens vagyok. És elfogadta a felajánlott tisztséget. Aztán gyakran eljárt a kaszinóba. A fehér márvánnyal burkolt három lépcsős, csodálatos bejáraton át szőkehajú szeretői volt a különösen Marlene, akit eredetileg Marinak hívtak, és olyan volt, mint egy angyal, vagy mint egy elsőrendű színésznő, 10 vagy 20 szeretője volt Kopfkindl úrnak, és máshová is eljárt velük, nem csak a kaszinóba, de a Malváziába nem, oda már régen nem járt. Némelyik szeretője viszonzásképpen eljárt hozzá lakására, annyi volt belőlük, hogy már-már összetévesztette őket, de nem ivott és nem dohányzott, abstinens volt, sajnált mindenkit, akinek nem volt szép szeretője, sajnálta Prahárova asszonyt, akinek a férje alkoholista lett, sajnálta a szerencsétlen prahár fiút, Vojtát, aki talán örökölte apja káros hajlamait, és másokat is sajnált, például Bettelheim doktort és családját. Bettelheim doktornak már nem volt se autó, se rendelője, és Kopfkindl úr az ebédlőben elnézegette az ablak mellett a nászmenetet ábrázoló képet, amelyet valamikor Holly úr képkeretező üzemében vett a Nekázanka utcában Zinának, és elnézegette a zsinóron függő táblázatot, a legmagasztosabb menetrendet, a halál menetrendjét, elnézte az ebédlő ajtót, mely fölött a nikaraguai elnök képe helyett már régen a vezér, a tökéletes gentleman tökéletes arcképe függött, és Kopfkindl úr ilyenkor azt mondogatta magában, nem sokára megkapom a kísérleti gázkemencék főnökévé való kinevezésemet és a Mercedes kocsit. És hosszasan elnézte a kis szekrény fölé akasztott családi képet, amelyen Lakmé mellett ült ölében a macskával és két oldalt a gyerekekkel. Bebejárt a szomszédos nappaliba és a zongorát nézte, amely fölött az üvegezett legyes doboz függött, a doboz a Drosophila funebrisszel és az ecet legyekkel, amelyeken életükben az átöröklést tanulmányozták, és egyszer este felé eszébe jutott a Slatinányi néni, az a jó tétlélek, akit ha katolikus volna halála után szenté avatnának, s aki már életében is szent. És ekkor ezt mondta magában. Be kell mennem a mi kedves, gyönyörű fürdőszobánkba, amelyet annyira szeretek. És bement, és a ventilátor alatt, a lepke mellett meggyújtott egy gyertyát. Aztán visszament az ebédlőbe, és meggyújtotta az állólámpát,
mert az ebédlőben már fél homály volt, és a könyvespolcról levette a hamvasztási törvényt, és egy ideig lapozgatott benne, aztán talán már századszor elővette a Tibetről szóló könyvet. Azt a csodálatos, lenyűgöző könyvet Tibetről, a tibeti kolostorokról, a dalai lámáról és annak átlényegüléséről, és megjegyezte magában, hiszen már majdnem betéve tudom. És leült vele az állólámpa mellé. És amikor kinyitotta, még azt mondta magában, de az én édes tündér szépemről jól gondoskodom. Hála Istennek fölvették a német iskolába, de azért mégis akad néhány vonása, amit a boldogságos édesanyjától örökölt. Bizony, van néhány ilyen vonása az én 18 éves feketehajú szép lányomnak. Aztán valaki csengetett. Kapfrakingló úr fölállt az állólámpa mellől, letette a tibeti könyvet az ebédlő asztalra, és kiment ajtót nyitni. Beszélhetnék Kapfrakingló igazgató úrral, kérdezte a jövevény németül az ajtóban. Bizalmas küldetésben vagyok. Kapfrakingló úr meghajolt, és hátralépett, hogy beengedje a jövevényt az ajtón, aztán bevezette az ebédlőbe. A vendég arca meglehetősen sárga volt, de ezt az állólámpa fénye is okozhatta. Elég furcsán is volt öltözve, valami fekete csuhaszerű köpenyt viselt. Tessék helyet foglalni, intett Kapfrakingló úr az asztal felé, anélkül, hogy elárulta volna csodálkozását. Bocsánat, mondta és eltette az ott fekvő tibeti könyvet, olvastam éppen. Megkínálhatom valamivel, konyakkal, cseszilva pálinkával, kérdezte udvariasan. Köszönöm, mosolygott a vendég, és ölébe tette kezét. Nem iszom alkoholt, nem is dohányzom. Abstinens vagyok. Aztán újból elmosolyodott, és megszólalt. Ha szabad volna valamit kérnem, akkor egy kis teát egy darabka vajjal. És amikor Kapfrakingló úr kisietett a konyhába, és megfőzte a teát egy darabka vajjal, és visszatért vele az ebédlőbe, a vendég rápillantott, és így szólt. Kusog, Tulku vagyok a Mindoling kolostorból. Meghalt a dalai láma. Évek óta, 17-19 év óta keresi Tibet, ami áldott országunk, a halott dalai láma inkarnációját. Ama nagy ember inkarnációját, akit Buddha kiválasztott, akibe átlényegült. És végre sok évi keresés kutatás után, csak nem 20 év múltán megtaláltuk. Engem küldtek el erre a hosszú útra. Elküldtek, hogy fölkeressem önt, és közöljem, hogy ön az. A lasszai trón várja önt, Rinpoche. Aztán így folytatta. De ehhez tökéletes titoktartás kell. Ez titok. Még eljövök néhányszor, hogy beavassam önt, aztán együtt elmegyünk a Himalájába, ami áldott paradicsomi hazánkba. Apa, neked vendéged van, mondta Zina, amikor hazajött. Két csésze van az ebédlő asztalon, és az egyiknek az alján baj van. Igen, becses vendégem volt, drágám, felelte Kapfrakingló úr Zinát figyelve. De ne beszélj róla, ne árulj el semmit, ez titok. Tökéletes titoktartásra van szükség. Hogy tetszik neked az iskola, tündérszépem, a te új német iskolád? Elvesztettem a barátnőimet. Felelte Zina csüggetten. Nem tudtam, hogy elvesztem őket. Azt hittem, minden úgy lesz, ahogy azelőtt volt. Lenkával és Lalával már nem szoktam találkozni. Kedves jó osztálytársnők voltak azok a lányok, bólintott Kapfrakingló úr, de mit lehet tenni? Az ember sok mindent elveszít az életben. Mennyi tragédiát láttam én már, folytatta. Strunná asszony, Czárska kisasszony, Gomacskova kisasszony, Liskova asszony, Podzimková asszony,
Holly úr, aki elvesztette a feleségét, Rubinstein úr, aki elvált, Strauss úr, akinek a felesége Torok TBC-ben halt meg, és a fia Skarlátban. Az ember tulajdonképpen mindig elveszít valamit. Ilyen a sors. Mi van Milá Janácsek úrral? Egyelőre hallgat, de azt hiszem szakítani fogunk, felelte Zina. Szakítani fogtok, bólintott Kofrukingl úr, és a kis szekrény fölé nézett a családi képre. No látod, kedves jó fiú volt. Rendes, becsületes családból való, az apja gépészmérnök, ő maga is szerette a fizikát, a gépeket, szerette a zenét, meg a különböző gépezeteket és önműködő berendezéseket, mint én. Szép jövő állt előtte. Kár érte. De legalább örök emléked lesz róla. A fényképek mutatott a kis szekrény fölött lógó képre, és Zina odanézett és megkérdezte. Milliről még mindig semmi hír. Semmi hír, kislányom, semmi. Istenem, hol lehet az a fiú? Kofrukingl úr összevonta a szemöldökét és leült. Szomorúan megsimogatta Zina haját, megfogta a kezét, és beszélni kezdett. Nagy, sorsdöntő időket élünk, és egyelőre sok gondunk van még. Mindannyian veszítünk valamit. Bettelheim doktor úr, Kofrukingl úr a mennyezetre mutatott, amely fölött az orvosi rendelő volt valamikor, már nem folytathat orvosi gyakorlatot. Nach der Durchti vom 25.07.1938 sind Juden von der Ausübung der ärztlichen Tätigkeit im Deutschen Reich grundsätzlich ausgeschlossen. Zsidók a német birodalomban elvileg nem folytathatnak orvosi gyakorlatot. Ez törvény, és a törvényeket, amint talán tudod, tisztelnünk kell. A doktor ugyan még itt lakik fölöttünk a két lakásban, gyönyörű feleségével, meg Anyeskával, meg Jánnal, az unokaöccsével, és a volt rendelőben ott függ az a gyönyörű, régi kép, amely azt ábrázolja, hogyan akart nőt rabolni valamelyik Bethlen gróf, de ez minden, ami Bettelheim doktornak megmaradt. Autója már nincs, ám hamarosan egy másik autó áll majd a ház előtt, egy gyönyörű Mercedes, és az a miénk lesz. És itt ezen a falon, mutatott az ebédlő egyik falára, egy gyönyörű, régi kép fog függni. De semmiség, tette hozzá gyorsan. Tulajdonképpen semmi jelentősége annak, hogy mi fog itt függni, és mi nem. Nem szabad saját dolgaink rabszolgáivá válnunk. Nagy, sorsdöntő időket élünk, szépségem, és a közösségre kell gondolnunk. A nemzetre, az emberiségre, mi ahhoz képest az egyén. Ő miatta gyengéden megsemagadta Zina haját, és nyilvánvalóan a Mila úrral való szakításra gondolt. Ne bánkódj, mennyei. A cseheket likvidálják. Igen, gyermekem, így van ez, erősítette meg szavait, amikor Zina megremegett. Bátran és nyíltan szembe kell néznünk az igazsággal. Nincs értelme titkolnunk valamit önmagunk előtt, drágám. Ha el tudtuk viselni a mi boldogságosunk halálát, és most a Millivel kapcsolatos szerencsétlenséget, akkor ezt is el kell viselnünk. A csehek likvidálása a mi nemzetünk és az emberiség érdeke. Enélkül nem lehet megvalósítani az új, boldog, igazságos rendet, amelyet a vezér épít. Nem pusztulnak el fizikailag, azt nem. Kofrukingl úr megrázta a fejét és fölemelte a kezét. Nem pusztulnak el fizikailag, nem vagyunk gyilkosok, de elnémetesítjük őket. Nemzetünk és Európa boldogsága érdekében. Ez a terület a mi legtulajdonabb területünk, és innen fogjuk irányítani a világot, mutatott körös körül az ebédlőben, és az éppen besettenkedő macskára pillantott. És ha ez valósággá válik, paradicsom lesz a földön, örök időkre. Néhány nap múlva
Kopfkinglő úr így szólt Zinához, aki éppen zongora órára készült. Gyönyörű, megjött a határozat. Egy óriási dolog főnöke lettem. Távozom a krematóriumból, sokkal magasabb posztra. Egy birodalmi tervről van szó, amely egyszer s mindenkorra megakadályozza az emberiség kizsákmányolását, szenvedését, éhségét és nyomorát, megszabadítja az emberiséget minden bajtól, lehet, hogy a lovakat is. Sajnos nem mondhatok semmi közelebb, mint ez titok. Tökéletes titoktartásra van szükség. De mit szólnál hozzá, ha még mielőtt távoznék a krematóriumból, megmutatnám neked a munkahelyemet, ahol 20 évet töltöttem, hogy lásd, hol kezdte apád, hol dolgozott, hol teljesítette becsülettel a kötelességét, hol növekedett és tökéletesedett szakértelme. Holnap szombat van. Szombat délután nincs hamvasztás, csak hétfőn kezdődik megint. Mit szólnál hozzám, fölvennéd a szép fekete sejemruhádat, amit én vettem neked, és elnéznél velem oda. Szerzek valami fényképezőgépet is, tette hozzá. Mikor Zina elment, vendég érkezett Kopfkingl úrhoz, a tibeti követ. Kopfkingl úr teát főzött neki vajjal. Rinpoche térdelt le előtte a szerzetes az ebédlő szőnyegére. Az idő elérkezett. A trón várja önt. Tibet, ami boldog országunk, várja főpapját, a nép várja uralkodóját. Itt az utolsó dalai láma köntöse. És a szerzetes a levegőbe mutatott, mint az ebédlőben levő láthatatlan csillagokat mutatná. Itt van az arany Tegag és a sötétvörös Shamthav. A fal, amely elfedte ön elől a kilátást, leomlott. Megnyíltak az egek, végtelen csillagok ragyognak fölöttünk, mutatott a szerzetes a mennyezetre. Ön megváltja a világot. Kiab szucsivo, kvab gön rinpoche. És a szerzetes homlokával megérintette a földet. Ön Buddha. Keljen föl, fiam, intett jóságosan Kopfkingl úr a szerzetesnek, és a szeme csak nem könyvbe lábadt, aztán az asztal mögé állt. Fölemelte kezét a mennyezet felé, mintha az égre emelte volna, és beszélni kezdett. Megnyíltak az egek, végtelen csillagok ragyognak fölöttünk. Lax szó. Ahogy azt évek óta olvastam David Neil Tibetről szóló könyvében, amelyet szép sárga vászonban Rudolf Kadner könyvkötő úr kötött be nekem a gyümölcspiacon itt, Prága városában. Legyen minden lény boldog. Nincs olyan áldozat, amelyet az emberiség jövő boldogsága érdekében meg ne hoznék. Holly úr a Nekazanka utcából szintén elvesztette a feleségét. Strauss úr is elvesztette a feleségét. Torok TBC-ben halt meg, és a fiát is a kis Kárlátban halt. De valamit még el kell itt végeznem, mosolyodott el Kopfkingl úr a lába elé pillantva. Meg kell még váltanom egy jó lelket. Még egy lelket idejében el kell juttatnom oda, ahonnan vétetett. Meg kell mentenem a szenvedéstől, amely a jövő boldog világban várna rá. Ezt meg kell még tennem holnap szombat délután. Fölveszi a sötét sejemruháját, és lefekszik benne a legnagyobb prágai zongora művésznő mellé, aki valaha is élt, Hermina Sikorová mellé. A mennyei madársereg Chopin zongora versenyének második tételét fogja énekelni neki, így akarja a zongora művésznő özvegyen maradt férje. Várj holnap estig, fiam! A szerzetes elmosolyodott, és mintha ebben a pillanatban elködösödött volna a világ Kopfkingl úr előtt. De a köd az ő lelkében támadt. Amikor kissé magához tért, pompás zenét hallott. A nagy áriát Donizetti Lammermoori Luciájából, egy zongora versenyt, a befejezetlent, a Parsifalt és az Eroikát.
aztán valami csenépi táncot, klarinétot, hegedűt, bőgőt is, aztán dobokat, üsdobokat, timpanint, katonadobot, és észrevette, hogy az ebédlőben a macska és az ajtó közelében, amely fölött a vezér és birodalmi kancellár arcképe függ, fehér ruhás férfiak állnak, három angyal, egyiküket Piskorsnak hívják. Aztán mennyei nyájasan kivezették a lakásból le a lépcsőn, ahol egy asszony a fiával rémülten kitért az útból. Le a ház elé, ahol egy autó állt, egy fehér autó, piros kereszttel díszített, német rendszámú angyalkocsi. Mikor lehajtott a fejét, hogy beszálljon, a könnyű őszi szél meglengette a haját. 1945. május közepén, a háború után, Kopfkingl úr egy kis német vasúti állomáson kinézett a kórházvonat ablakából, és egy csomó lesoványodott embert látott, bizonyára hazafelé utaztak. Úgy érezte, hogy ismerős arcokat is lát közöttük, valami Strauss urat és Rubinstein urat, és az öreg Bettelheim doktor urat, és egy fiatalember, talán Bettelheim doktorék Janját, meg egy asszonyt, aki talán szintén ismert valahonnan. Kopfkingl úr elmosolyodott, és szívesen integetett volna nekik, de keze éppen a zsebében volt, és éppen kitapogatott valamit benne. Egy spárga darabot, meg egy szem kocka cukrot. Ezért aztán Kopfkingl úr csak visszafordult a fülke belseje felé, és így szólt a lábatlan és kezetlen emberekhez. Bolond emberiség! Megváltottam őket. Most már soha többé nem lesz a világon üldözés, igazságtalanság és szenvedés. Biztos, hogy nem lesz. És a lovak se. Uraim, most kezdődik az új rend. A prágai krematórium kéményéből sárgás füst szállt fölfelé. Éppen egy morfinista holttestét hamvasztották. Vége.